Biztonsággal indulnak neki az idei évnek Tolnán, már ami a város költségvetését illeti. Ehhez az kellett, hogy 2022-ről jelentős tartalékokat halmozzanak fel, ez pedig sikerült is. A Appelszofer Ágnes, a település polgármestere azt mondja, ennek köszönhető, hogy a civil és a sportegyesületeket idén is a tavalyival azonos mértékben támogathatják. A sportegyesületekre 10 millió 200 ezer forintot fogadtunk el, tömegsportpályázatra 800 ezer forintot, közművelési pályázatra 3 millió forintot és értékvédelmi pályázatra pedig 2 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy Tolnán csak az önkormányzat támogatásának köszönhetően 16 millió forinthoz jutnak a civil közösségek az idei évben. Ehhez jönnek még a különböző pályázatok, egyes esetekben a központi költségvetés támogatásai és a szakszövetségi pénzek, valamint a felajánlott 1%-ok. Tolna egyébként nemrégen jelentős rezsikompenzációt kapott az államtól, így nem kellett a tavaly évben félretett megtakarítást teljesen felélniük az energiárak növekedése, vagy például a minimálbér emelés miatt. A rezsinövekményre mi kaptunk majdnem 133 millió forintot a kormánytól, tehát ezeket is már a megfelelő helyre osztályvezető asszony betette a költségvetésbe, tehát az a körülbelül 2,5 milliárdnyi főösszegű költségvetésben nagyon tervezhetően próbáltuk a kiadásokat, a működési kiadásokat betenni. Tolnán várhatóan március elején fogadja el a helyi képviselőtestület a város idei költségvetését.